kérlek, hogy mind a négyen, akik megjegyeztétek a lapokat, álljatok föl. Kelle Botond az egyik fellépő engedett be minket saját életpályájának kulisszái mögé, aki már 25 éve foglalkozik ezzel a műfajjal. Én azt gondolom, hogy a bűvészetről alkotott kép az egyre inkább kezd megváltozni. Ugye most már lassan 10 éve csináljuk az Illúzió Mesterei rendezvény sorozatot, és ezzel próbáljuk megmutatni a modern mai bűvészetet az embereknek, mert vannak nagyszínpadi illúziók, van gondolatolvasás, van humor, van klasszikus bűvészet is, és azt gondolom, hogy ez egyre inkább kezd átalakulni az emberek felé. Igazából számomra a bűvészet az egy ilyen szerelem volt első látásra. Én gyerekkoromban kezdtem el bűvészkedni, annak idején még a Figaro bűvészboltba jártam Budapestre, és ott nagyon sok trükköt megtanultam, később Sugár Péter bűvészmesternél tanultam meg a szakmának az alapjait, és igazából számomra soha nem volt kérdés, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Nyilvánvalóan van egy tanulási folyamat, általában mesterekhez szoktak járni a bűvészek, de mi itt az Illúzió Mesterei társulatán belül is egymást is inspiráljuk, egymás műsorain dolgozunk, és így születnek meg azok a produkciók, amiket színpadra állítunk. Az a szerencse, hogy ennek a műfajnak a közönsége az teljesen széles, tehát hogy a 8-10-12 éves gyerekektől kezdve a fiatalokig, középkorúakig és egész az idősekig el tudnak jönni, és nagyon kevés olyan program van, ami az egész családnak egyszerre nyújt szórakozást, és ez tényleg ilyen, hogy itt ugyanúgy a gyerekek, a szülők és a nagyszülők együtt egyszerre tudnak szórakozni. És mi a legnagyobb nehézsége a szakmának? A legnagyobb nehézsége szerintem az, hogy meg tudjunk újulni, és ezért is van nekünk itt az Illúzió Mestereinél több társulatunk, hogy minden évben, minden városba adott új műsorral tudjunk visszatérni. Hajnóczi Soma, kétszeres világbajnok bűvész, a hazai versenyeken már zsűritagként vesz részt. De úgy néz ki ez a bűvészetben, hogy minden évben van országos bajnokság, ott ki tudsz, tehát kvalifikálni tudsz a kontinens fiadalra, az nálunk ugye az EB, és az EB-ről tudsz kijutni a VB-re, tehát minden három évben van nálunk világbajnokság, az olyan, mint a sportolóknál az olimpia, csak nem egy, hanem három, vagy nem négy, hanem három évente kerül megrendezésre. Igazából valójában a történet elég egyszerű, elég basic, a nagymamámmal elmentünk a bűvészboltba, kaptam egy bűvészdobozt, és mindig szoktam mondani, hogy a legtöbb embernek lehet, hogy neked is volt bűvészdobozod, lehet, hogy a legtöbb kedves nézőnek is volt bűvészdoboza, amivel ugye az emberek játszanak egy néhány hetet, néhány hónapot, és aztán leteszik, és hát van az a hiba százalék, mint én is, mint Botond is, hát mi eléggé így maradtunk. A bűvészet korai szakaszában volt egy mesterem, ő lefektette az alapokat, de aztán igazából a legnagyobb kihívás a saját utamat megtalálni, a saját előadó stílusomat, a saját, tehát hogy én mi vagyok a színpadon, és hát ez hosszú évek, évtizedeknek a munkája, hogy eljussunk oda, hogy igazából megtaláljuk azt, akik vagyunk. Egy bűvésznek én azt gondolom, hogy a bűvészet azért egy nagyon érdekes szakma, mert nagyon sokfajta. Tehát a kommunikációs készség, a kézügyesség, az emberek menedzselése ugye a színpadon, a pszichológia szerepe is itt azért közrejátszik, a mozgás, a színházi dolgoknak a megértése, ez nagyon sok apró részletből tevődik össze ez. Én ezeket, mindegyiket igazából nagyon szeretem, úgyhogy emiatt is, és hát nagyon sok minden más miatt is a mai napig járjuk az országot, én járom a világot, és mindenhol tartom az előadásokat.